Ha azt mondanám, Boros Mihályt hallották az előző percekben, talán meglepődnének nézőink. Nem véletlenül, hiszen a pécsi zongora tehetség még gyerekként lopta be magát sokak szívébe. Azóta is mindenki csak Boros Misiként emlegeti, noha a virtuózok óta sok víz lefolyt a Dunán. Kiárta többek között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rendkívüli tehetségek osztályát, leérettségizett a pécsi művészeti gimnáziumban, és több száz koncerten van túl. Jelenleg Münchenben tanul, és idén is számtalan fellépése lesz. Hogy egy különleges emberről van szó, az nem kérdés, és sikerei is jól láthatók. Éppen ezért úgy gondoltam, most nem annyira a karrierje felől közelítenénk hozzá, hanem pont ellenkezőleg, a hétköznapok és a családja felől, hogy kiderítsük, milyen volt az a környezet, melyben egy igazán kirívó tehetség vidáman és gondtalanul bontogathatta szárnyait. Ha valaki végigkíséri ugye az életedet, akkor azt is lehet látni, hogy korán felnőttél, azért nem egy hétköznapi gyerek életet éltél. Hogy volt ez nálad? Például tudtál barátkozni, ugye egyéni tanrenden voltál. Nem volt ez nehéz? Abszolút nem volt nehéz. Szerencsére nem volt abszolút probléma ez, úgymond. Egyrészt, ahogy mondtam, hát a zene az azóta is ott volt velem. Előtte egy zongora versenyekre jártam, koncerteket adtam, nyilván a mennyiség nem volt ugyanaz, de hát annál jobb, minél több van, mert szeretem ezt csinálni. És ez úgymond semmiben sem változtatta meg az életemet. Ugyanúgy jártam iskolába, csak nem heti 30 órát, hanem mondjuk 8-at. Így változott. De akkor ott voltam az osztálytársaimmal, megbeszéltük a lényeges dolgokat, vagy néha nem lényegeseket, úgyhogy ilyen szempontból semmi sem változott. És volt egy gyerekkorom, és akkor nem lett volna, hogyha nem ülhettem volna a szeretett hangszeremnél. Úgyhogy ezt kell, hogy határozottan aláhúzzam. Tehát akkor nem érezted magad azt, hogy el vagy zárva a kortárs csoporttól. Tehát amit lehetett, abban részt vettél, ha jól tudom, akkor sportoltál is. Sportoltam is, csapatjátékokban, mert ugye a zene is az, amikor zenekarral vagy kamarazenélek, tehát társakkal. Egyébként meg egyedül. És ez izgalmas, mert akkor sem egyedül, hanem a közönséggel és a teremmel, amiben vagyok. Nekem ez egy nagyon komplex, de egyben egyszerű dolog. Ez úgymond ráérzések sorozata, amikor egy hangversenyen vagyok, a próba, a folyamat és így tovább. Hát a csapatsportok, jégkorongról is szót ejthetünk, vagy fociról is, emellett teniszezni jártam, úszni, úgyhogy mindenfélébe belekóstoltam, és ez jó. Tehát ez, hogy ki tudtam választani azt, hogy ez a 88 billentyű, ami itt van előttem, ez lesz az én utam, ehhez kellett az, hogy lehetőségem legyen mást is megnézni. Meg lehetne kérdezni például a hokiedzőmet, nyilvánvaló volt, hogy nem az NHL, tehát az amerikai liga egyik fő játékosa leszek, de ha a zongoratanárnőmet kérdeznénk, ő kicsikorom óta tudta, hogy a zongora NHL éve, tehát a zongorának a nagy ligájába kell, hogy legyek majd. Miséről ugye nagyon korán kiderült, hogy tehetséges, ezt ti vettétek észre? Hogy történt? Volt egy ilyen felismerés? Minden egy gyerek tehetséges, tehát a szülő mindig azt látja, hogy a gyereke tehetséges, de nem mi voltunk az elsők, akik ezt a zenével kapcsolatos tehetséget megállapították. Először is a sógornőm, aki muzikológus, a Kolozsvári Zeneiskolába tanít, és ő mondta, hogy nagyon érzékeny Misi a ritmusra. Utána pedig elvittük a zeneiskolába itt Pécset, és ott is Magdi néni azt mondta, hogy oda kell figyelni erre a kicsi fiúcskára, 5 éves volt, 4 éves, 5 éves, mert nagyon, nagyon élénken belülről érkezik a gyermek lelkéből a ritmus. És ez két olyan jel volt, amikor azt láttuk, hogy minden tehetség mellett, amivel rendelkezik egy 3 éves vagy egy 5 éves gyerek, van benne valami, ami speciális. Utólag nyilván akkor már visszavezetjük jó irodalmárként ezeket a szálakat, de ott mind a ketten figyelmeztettek, hogy figyeljünk a zenéhez való viszonyára Misinek. Igen, de azért hozzáteszem, hogy 4 éves korában, amikor vettük a pianinót, mert a bátyja akkor már 7 éves volt és zeneiskolába járt, ez karácsonyra volt, becsomagolva kapták az ajándékot, és ott a karácsony falat nyitottuk ki a nagy dobozt, és akkor a Misi ott elkezdte nyomkodni a gombokat, és
ez azóta tart. Tehát az, én soha nem mondtam egyszer se, hogy akkor 4 éves korában elkezdte, és 4 évestől még iskolában ment állandóan a zongora, mert dallamokat talált ki, játszadozott rajta, ez ott 4 éves korában. De már 3 éves korában gitárt kért az óvodába, és jött haza, és az ottani óvodai dalokat a gitárral a kezébe, 3 éves korában ilyen Mick Jagger-szerű mozgásokkal adta elő az óvodai dalokat. Eljön Amikulás holnapra, eljön Amikulás holnapra, így csinál. És az a mozdulata, hát Mick Jaggertől akkor nem látta 3 éves korában. Tehát láttuk, hogy valami egészen mély affinitása van, de nem gondoltunk többre. Hát jó, hát szereti a gyerek, ügyes, jól mozog, ritmusérzéke van, de hát aztán ez később kialakult. Igen, beszélgettünk is arról, hogy milyen sokat töltöttél a zongora mellett kiskorodban is, és hogy neked ez nem okozott problémát, tehát hogy ezt szívesen csináltad. Abszolút így van. Tehát kikapcsolódásként is tekintettem a zongorára, úgy, ahogy a mai napig. És most már tényleg sok 10 000 óra van mögöttem a gyakorlás terén, úgyhogy, és nagyon ritkán van olyan, hogy például nem akarom csinálni. De olyan van, hogy például inkább olvasok egyet, vagy megnézek egy jó filmet. Ilyen van, és ez jó. De olyan nagyon ritkán, hogy egyszerűen nincs kedvem. Mert ez, mondom, ez olyan, mint a levegő. Hogy egyszerűen nyúlok hozzá, itt van a hangszer, jövök le és zongorázom. Legyen ez reggeli előtt, vagy vacsora után. És ez szerintem egy nagyon különleges dolog, mivel óvodás korom óta így volt. És hallok azért ilyeneket a sportolóknál is, vagy pedagógusoknál, pici korban tudják nekik, ez az életük. És ez jó, természetesen, ha később jön, akkor is ugyanúgy jó, ha megtaláljuk, de az semmiképpen nem hátrány, hogyha valóban pici korban már így figyelnek a szülők is, hogy mikre rezonál jobban az adott gyermek. Akkor sose éreztél még olyat, hogy túl vagy telítődve? Tehát nem volt még nem. Ilyen, vagy kiégés, még abszolút ilyen nem értem. Sőt, teljes mértékben ellenkezőleg érzem. Egyre több energiát tudok magaménak, rengeteg mindenben részt veszek, nem csak hangversenyekben, hanem számos egyéb projektben is, és szívesen csinálom, és egyre nagyobb vágyaim vannak, mivel nagyon sok lehetőségem van hazánkban, ezért szeretnék minél több mindent csinálni, ami zenével kapcsolatos, és azzal kapcsolatos, ami én vagyok. És remélem, hogy sok ilyen dolog majd létre is jöhet, amik most a fejemben már megvannak. Hogy szoktad beosztani az idődet? Hogyan döntöd el például, hogy melyik koncertet vállalod el, hova mész, mibe veszel részt? Igen, szokták mondani, hogy arra van időnk, amire akarjuk. Na most így van, van, hogy én is azt mondom, hogy például valamire nincs időm, úgyhogy az egész napom ott van. Mert arra nincs. Arra például van, hogy zongorázzak. Arra például van, hogy ilyen jó társaságban beszélgessünk, mert ez az, ami nekem fontos. És van még számos ilyen egyéb dolog, de elég szűk ez a kör, ami engem épít. És ami hozzájárul ahhoz, hogy amikor kiállok több ezer ember elé, vagy éppen 10 ember elé, mert teljesen lényegtelen gyakorlatilag, hogy hányan ülnek ott, hogy azt tudjam nyújtani, amit én jónak tartok. Úgyhogy ez rendkívül izgalmas, és nagyon-nagyon-nagyon fontos a jó időbeosztás, mivel én elképesztően sokat utazom, országok között is, de hazánkban is rendszeresen, és ebben szüleim nagyon jól partnerek, tehát gyakorlatilag a menedzsment részben is jeleskednek. És ez kitűnő, mert ezt látom Forma 1-es pilótáknál, ezt látom zongoraművészeknél, de akár még teniszezőknél is, hogy ott vannak mellettük a szülők, akár csak egyikőjük, vagy ketten, vagy még akár a testvér is gyakorlatilag olyan hátteret biztosítanak, amiért az illető utána a teniszbajnokságot megnyeri. Úgyhogy ez zongoránál ez hasonló. Egy szülőnek azért nem egyszerű speciális gyereket nevelni, most legyen ez akármilyen specialitás, mondjuk egy ilyen túl tehetséges vagy tehetséges gyerekkel is másképp kell bánni. Azért ki volt kövezve a Misinek az útja, ugye, hogy akkor most mi fog történni az életben, de ezt valahogy egyengetni kell. Ti ezt szülőként hogyan éltétek meg? Hogy tudtátok támogatni? Nagyon át kellett változtatni a hétköznapokat? Semmit. Nem. Tehát halljuk ezeket, és ezzel köszönjük szépen, hogy ezt így elmondtad. Nem, nagyon spontánul nem minden. Állandóan zongorázni akart, mi is csináltuk a szakmánkat, örültünk, hogy érdekli. Ha utaztunk jobbra-balra, mindig vittük magunkkal a gyerekeket, ez egy nagyon fontos volt, hogy egy nagyon azt kell, hogy mondjam, hogy egy élménydús gyermekkoruk volt, hát a Misi fél éves volt, amikor először vittük Párizsba repülővel, és aztán sokszor. Tehát rengeteg élménye volt, és úgy közben, hogy mi is végeztük a munkánkat, ő is, ő így fejlődött ebbe, akkor elvittük zeneiskolába,
és magától csinált mindent. Úgy látom, hogy ez nálatok nagyon működik. Nagyon szorosan kötött a szüleidhez, a nagymamádhoz, még mindig együtt laktok. Te hogy érzed, mit kaptál tőlük? Azon kívül, hogy abszolút támogattak az utadban. Igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy félelmetes az, ahogy a nők ránk összpontosítottak. És nem kényszerből, hanem automatikusan. És ezért beszélgetünk most, és ezért jár a testvérem Cambridge-i egyetemre, illetve most már Londonban PhD-zik biokémiából. És ez fantasztikus, de ehhez ez kellett. És tudom, hogy sokaknak nem adatik meg. Én magam is látom a saját szememmel a rengeteg utazás során. Viszont változtatni lehet. És szerintem ez elképesztően fontos. Nekem szerencsém volt úgymond, hiszen a szüleim egyetemi tanárok, és viszonylag jól be tudták osztani az idejüket, hogy velünk foglalkozzanak, de egyébként is meg lehet ezt oldani más elfoglaltság mellett is. És ezért tudunk A-ról B-re jutni, és ezért tudna például hazánk is, mert fantasztikus embereket látok, pedagógusok terén, nekem óriási volt. Pécsett, a Jókai Múr általános iskola, a művészeti gimnázium, és sorolhatnám, hogy ez fergeteges, és ehhez szerintem elengedhetetlen az, hogy például iskola után még mondjuk elmenjünk rajzórára, vagy elmenjünk gitárórára. És kiderül, hogy ő lesz a jövő Munkácsi Mihály, ha már a Mihály névnél tartunk. Úgyhogy ez kell, és nekem ez megadatott. És nagyon remélem, hogy sokaknak lesz még ilyen, vagy ha talán nem, akkor ők így tudják ezt majd továbbadni, mert én nagy szerényen azt kell, hogy mondjam, hogy ez azért számít nagyon is. Persze a tehetség oké, azt szokták mondani, hogy 1%, a maradék a szorgalom és a lehetőségek sorozata. Nyilván szerencse is kell, de szokták mondani, hogy a jó kapusról kifele pattan a labda. Szerintem ez valahogy így van. Mondtátok, hogy a testvére is ugye zongorázott. Milyen érzés volt a testvér számára, hogy így a kisebb úgy meg lehagyja egy idő után? Én elgondolom, hogy mind a ketten a kezdettől fogva, tehát a Daninak vettük a zongorát, még, illetve mind a kettőre Dani volt abban a korban, és mind a ketten nagyon szerették. Négykezesben is például nagyon, nagyon ügyesek voltak, versenyeket nyertek minden, a Megyi Moresznyi Schmidt Ildikó tanárnő volt a tanárnőjük, és egy adott pillanatban volt egy olyan pillanat, amikor el kellett dönteni, döntést kellett hozni Daninak, és ő azt mondta, hogy mama, én most kémia versenyre megyek, nem zene versenyre. És ez egy fontos mozzanat volt. Annyira várta a kémiát, és annyira olyan elemi erővel foglalkoztatta a Danit a természettudomány, hogy egyszerűen ő belátta, hogy ez az ő útja, és így módon ez a típusú útjai ketté váltak, és nem volt soha semmi olyan típusú mondani, hogy nekem is jó lett volna, vagy kellett volna. Ugyanis a Dani is háromszoros olimpikon, biológiából, kémiából, tehát megtalálta azt az utat, ami számára fontos, ma pedig doktori hallgató Londonba. Tehát, hogy valószínű, hogy nem az az érzés volt bennük, hogy egyik előz, a másik lehad, hanem sokkal inkább az, hogy megtalálta azt, amit szeretett. És ez számunkra fontos volt, hogy azt csinálják, amit szeretnek. Ez volt az egyetlen nevelési elvünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyik gyerek esetében sem volt semmi különleges azon kívül, hogy elhittük azt, hogy a gyerekre oda kell figyelni a születése előtti 9. hónaptól. Tehát például mind a két gyereknél, amikor még a mamában voltak, folyamatosan Bach zene és Mozart zene ment, amit állítólag a baba egy idő után hall. És a másik dolog, ami nagyon fontos, hogy a gyermeknek szüksége van a szüleire, és szüksége van a szülei tekintetére. És ezt mi elhittük, és nagyon sokat voltunk velük pici korunkban. Hát akkor azért a családi háttér egy kicsit van. Számít meg van, a hozzáállás. Sokat számít, és itt azért van egy titok, abban az értelemben, következő a titok, hogy azért mi időszülők voltunk. Tehát nem éreztük annak magunkat, de én 38 éves voltam a Danika születésétől, és 41 voltam a Misi születésénél. És várva vár gyermekek voltak, tehát mi nem így terveztük, hanem így alakult az életünk. Ami azt is jelenti, hogy amikor Dani érkezett és Misi, akkor mi már szakmailag azért már mindent megcsináltunk, amit meg kellett ebben az időszakban csinálni. Itt volt még a két nagyszülő, nagymama, nagypapa, akik nyugdíjasok voltak, mind a ketten tanárok, és a háttérben
segítettek bennünket. Tehát ilyen értelemben tényleg azt, hogy a gyerekeinkre tudtunk koncentrálni, az abból adódott, hogy mind a ketten egyetemen tanítottunk, úgy osztottuk be az óráinkat, hogy mindig egyik gyermek közelbe legyen. Nagymamáikkal megbeszéltük, ők mindig elvitték adott időszakban őket sétálni. Volt úgy, hogy az egyetem mögötti arborétumban volt a nagymama, én óráról kijöttem a gyerekekhez, mind azt megtettem, amit egy anyának kell, utána visszamentem, tartottam az órát. Igen, és még azt hozzátenném, hogy ugye, tehát tényleg most eszembe jutott, hogy mi egy olyan családi házat építettünk, hogy két lakás van, és a nagyszülők a másikban voltak. Tehát mindig, amikor nekünk valami dolgunk volt, azonnal a házon belül áthattuk a gyerekeket. Most két nyugdíjas tanár, akik szintén teljes dózisba adták az intellektuális anyagokat, biológiát, kémiát, a nagypapa német tanár volt, 3 éves koruktól szisztematikusan foglalkozott mindkét gyerekkel, napi 1 órába német nyelven, úgyhogy mind a két gyerek 8. nyelvvizsgázott németből, tehát azért komoly dózisokat kaptak. Hála Istennek nem sugárdózisokat, de mondjuk szemantikai dózisokat, vagy intellektuális dózisokat. És ha már a Nagyi szóba került, megkérdeztük őt is, ő hogy emlékszik vissza az együtt töltött gyermekévekre, és egyáltalán, hogy milyen is volt a kis Misi. Érdeklődő volt, nagyon érdeklődő, a meséket szívesen hallgatta, de inkább ő mesélt nekem, mint hogy a képekről én őt szóval tartsam, illetve figyelmét lekössem. Figyelmes volt, kicsi korában is, aztán nem csak, hogy érdeklődő volt, hanem föl is elvenítette másnap vagy harmadnap, amiket meséltem neki. Ha oda tettem a könyvet, a képes könyvet, akkor ő emlékezett rá, és mondta a mesét mindjárt, amit ő előzőleg kitalált. Mert általában nem tudtam végigolvasni a meséket. Ő fantáziája alapján érdekes, más egyéb ilyen gyerekfilmeket ugye nézett, és annak alapján azért a fantáziája működött már. Ekkor kicsi volt még a Misi, és akkor utána azért beindult egy nagyon szép karrier egy nagymamának ez így. Mit jelent? Milyen volt végigkísérni ezt a elképesztő pályafutást? Hát az nagyon különleges és élvezetes volt. Annál is inkább, hogy a szomszéd szobában zongorázott, és hallottuk, hogy zongorázik. Én is tanultam zongorázni, de hát az ehhez képest semmi se volt. És szívesen hallgattam. Megkérdezték a szülei, hogy nem zavar-e a Misike, amikor ő zongorál, mondom, de hogy zavar, örülök neki, hogyha hallom. Te hogy állítod föl magad előtt a célokat, kihívásokat? Tehát azért akármennyire is szereted ezt csinálni, mindig kell azért valami motiváció. Így van. Nekem a motiváció az maga az anyag, amivel dolgozom. Festőknél ugyanazt látom, mint egyébként a zongoránál, vagy az irodalomban, hogy abszolút egyértelmű az, hogy miért kell föl reggel. Abszolút egyértelmű, hogy például kimegy Hantai Simon festő Párizs utcáira, és a magyar szívével lefest egy olyan festményt, hogy csak nézzünk. A zenében ugyanígy. Én ugye nem alkotó művész vagyok, hanem előadó művész, ennek ellenére annak tartom magam alkotónak én is, mert kimegyek és eljátszok egy olyan művet, amit 400 éve írtak, legyen az a Rameau, Couperin vagy Bach, és úgy kell, hogy hasonl, hogy ez most nekünk ebben a pillanatban, ebben az évszázadban szól. És szerintem még aktuálisabb most Bachot hallgatni, mint volt ez 300 éve Lipcsében. Úgyhogy ez egy döbbenetes felismerés nekem. Úgyhogy ezért ez úgymond nyilvánvaló nekem, hogy telnek a mindennapjaim, csak és kizárólag ebben a burokban mondhatjuk, és ez nekem megadatott, és nagyon örülök, és ebből vissza kell adni. Elgondolkodtál már azon, hogy esetleg saját zenét írj kacérkodsz a gondolattal? Engem nagyon izgat, igen. De ahhoz kell egy olyan elképesztő késztetés, hogy ezt most le kell írjam. Mert amikor zongorázom, ilyen mindig van. És úgy állítok össze egy műsort, rengeteg mindent játszom, sok órát tudnék most itt játszani, nagyon könnyen tanulok, és gyorsan. Szerencsére abszolút hallásom is van, ami nem szükséges egy jó zenész, és abszolút nem szükséges, de nem hátrány. És nagyon hamar fülembe van, játszom, és így tovább, úgyhogy mindenfélét játszom, tényleg baroktól elkezdve napjaink zenéjéig.
és nagyon szeretem, és annyira kimeríthetetlen azért a tárház. Itt a polconat is meg lehet nézni, őrületes mennyiségű kotta van itt felhalmozva, vagy már az elektronikus készülékeken is, én is használok néha, úgyhogy kimeríthetetlen az irodalom, és ez motivál. És azt, hogy ezt át tudom adni a kortársaknak is, és a Nemzeti Tehetségprogram védnöke is lehetek, ami nekem az egyik legnagyobb élmény. Tavaly Polgár Judit volt, előtte Mihelisz Norbert, pont Pécshez kötődik ő is, és még sorolhatnám, minden évben van valaki. És idén én voltam, és 350 ezer fiatal láthatta azt, nem feltétlenül a saját példám itt a lényeg, hanem amit igyekszem képviselni, és ahogy. Tehát a munka, és az, hogy nagyon-nagyon szeretem. És nagyon-nagyon örülök, hogy sokak jelen vannak, fiatalok is a hangversenyeimen, ezrével, mert nagyon sok hangversenyt adok, és azért jelentős létszámban jelen vannak, hogy ők is láthatják ezt, és abszolút nem magam miatt, mert akkor egész másra foglalkoznék, hanem sokkal inkább amiatt, amit igyekszem közvetíteni, és ez mindig is így volt, és remélem, hogy 93 éves koromban is ehhez hasonlóképp lesz. Nagyon sokaknak egyébként gyerekként, csoda gyerekként ivott ebbe az emlékezetébe a rajongótáborod, vagy akik ismernek, ki tudnak ebből billenni? Tehát tudnak már úgy kezelni, mint felnőtt előadó művészt? Ez jó dolog. Igen, valóban, amikor szerepeltem a televízió Virtuózok műsorában, akkor 11 éves voltam, és óriási erre visszatekinteni, hogy amiért mi szerepeltünk a tévében, ami Bach és Mozart, a magyar zeneszerzőkről nem is beszélve, ez ilyen 3 milliós nézettséget elért. Ez nagyon jó. És nem azért, mert én aranyos vagyok, vagy nem azért, mert a társaim hasonlóképp tettek, hanem azért, amiért mi bekerültünk a televízióba. És az, hogy a zeneiskolások száma 14%-kal növekedett egyből utána, és az azután években is jelentősen a műsornak köszönhetően, na ezért érdemes. És erre van szükség. És én is azóta 400 hangversenyen sok-sok-sok-sok-sok programon jelen vagyok, és ezt igyekszem képviselni, és ugyanúgy szólni egy olyas valakinek, aki 80 éve a pályán van, és kívülről meg belülről tudja a zeneirodalmat, mint egy 5 éves gyermeknek, aki az óvodában érdeklődik például a fuvola iránt. Vagy hát a zongora iránt, ha már ilyen elfogult lehetek. És ez nagyon-nagyon fontos nekem. És ez szerencsére jön is, mert ezt megjátszani nehéz lenne, és ez a például ez a műsor, amiben szerepeltem, ez egy jó példa erre. Hogy csinálod, hogy mindig ilyen nyugodt, vidám, kiegyensúlyozott vagy? Erre nagyon egyszerű a válasz, mert én ebbe belenőttem, hogy szerepelnem kell. Nem is, hogy kell, mert ez vagyok én. A színpadon, mint most egyébként, vagy egyébként 2 perccel ezelőtt, mielőtt elkezdtük a beszélgetést. Tehát nekem ez ugyanaz.
mivel 11 évesen belekerültem ebbe a nagyon sűrű körforgásba, amit médiának, koncertezésnek hívnak, ezért ez úgymond részem. És mindig is az volt, és el sem tudom képzelni, hogy ez nem jön természetesen. Szerintem ez nagy előny. Nyilván ez életkortól is függ, hogy ilyen 11 évesen ebbe így elképesztő mennyiségbe belekerültem, de ami a lényeg, hogy nekem ez, mivel zenével volt úgymond körbevonva, ezért ez ilyen boldogság volt, mert előtte is zongoráztam, meg azóta is folyamatosan, és mivel nem kell magam megjátszani, ezért most ugyanúgy beszélgetünk, mint reggel tettem ugyanezt, úgyhogy ilyen szempontból semmi különös, egyszerűen magamat adom. Azért mint egy dolog foglalkoztatni egy szülői szemszögből, hogy azért a Misinek nagyon fiatalon kellett egy olyan szerepbe állnia, amit az sokszor még a felnőtteket is megterhel, ugye ott állni a Rivalda fényben. Hogy tudtátok támogatni? Volt az, amikor nehéz időszakokat élt meg, ami esetleg egy kihívást jelentett, akár nektek, akár neki? Belenőtt a Misi, azt hiszem, ebben a szerepben, ugyanis van a kistestvérnek nagy előnye. A kistestvér nagy előnye az, hogy a családon belüli dinamikát nagyon jól érzi, és nagyon hamar tudja, hogy neki hol a helye, azt is tudja, hogy hogyan és kihez kell fordulni adott helyzetbe. Az első gyerek az mindig kis felnőtt. Ott a szülő mindent, ha akarja, ha nem be akar bizonyítani, be akar táplálni. A kicsi pedig nagyon, nagyon ügyesen látja az erőviszonyokat, és annak megfelelően működik. Mind a ketten nagy testvérek vagyunk, és én ezt a kisebb testvéremtől tudom, de a két gyereket is figyeltem ebből a szempontból. Tehát azt is mondtad, hogy Misi eleve már egy szerepbe volt, érkezett, a Danival kialakítottuk a szerepet. És az is fontos, tapasztalat volt neki, és rengeteget segített, hogy játszott a Pécsi Nemzeti Színházban Misi egész pici korában, mégpedig a Sivatag Hercegen produkcióban volt szereplő, a Kis Asil, és a Kis Asil végignézte az ő nagy Asil korát, ő volt a Wunderlich Jocó, és utána pedig az idős korát, ő volt a pincés művész úr. Tehát így módon ő rálátott a színházon belül arra, hogy hogyan kell egyrészt viselkednie, másrészt, hogy különböző nézőpontokból hogyan látja saját életét. És ezért, amikor a Virtuózóban megjelent és Rivalda fénybe került, akkor ez neki nem volt új. Tehát mi azt láttuk, én is gondolkodtam, hogy vajon most egy interjú helyzetben vajon mit, mert egy csendes, visszafogott gyerek egyébként Misi. Hogyan tudja kivágni a rezet idézőjelbe, és engem is meglepett, ahogy nagyon promptul, ügyesen, csipőből tudott válaszolni, és én azt gondolom, hogy ez a családon belüli helyzet, nyilván az alkata is ez kellett hozzá, de ez a tapasztalat, amit ő a színházba szerzett, ez nagyon sokat számított neki. Ezért egy alkati dolog is. Tehát a Misinek van egy olyan adottsága, hogy egyszer nem izgul a Rivalda fénybe, ott a színházba se izgult, eszmete jól érezte magát, és nagyon szerették ott a színházba, úgyhogy volt is egy kis apró krízis, mert pont mikor vége volt a Sivatag Hercegnek, kezdték a Pán Péter próbáit, és arra is a Misit kiválasztották, és akkor jött a hír az iskolán keresztül, hogy lesz a Virtuózók. Na most akkor vagy arra készül, vagy az. Emlékszem, hogy egy darabig járt a Pán Péter próbáira, és nehéz volt, ő hozta meg a döntést, segítettük, hogy igen, a zene, és akkor például Stencer Béla mondta, beszélgettünk vele utána, hát nagyon jól döntöttetek, klasszikus zene, csodálatos, de, és hogy mi az oka, az alkata ilyen, tehát egy abszolút oldott személyiség otthon is, gyakorlatilag a tévé előtt minimális lámpaláza volt, tehát szerintem olyan, hogy nagyítóval kell megnézni, hogy lássuk azt a lámpalázat, olyan különleges, oldott személyisége van, hogy én nem szégyellem ezt mondani, én pici kora óta tanulok tőle. Nem csak viselkedés, mégis olyan okos gondolatai vannak otthon a beszélgetésekben, hogy én ezt filozófia tanárként megjegyzem, mert hú, de hát ez honnan jött? Tőle jött. Tehát van benne egy nagyon erős, mély belső világa van, azt kell, hogy mondjam, én ezt gyanítom. És ez annyira erős, és annyira fenntartja, hogy gyakorlatilag a külső világ impulzusai nem tudják megzavarni. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Hogyha lenne ilyen, is jóvá írja. Ez az, amit úgy gondolom, bármi történik, akár azt mondanám negatív, én már érzem, hogy ennek lehet a végkimenetele akár negatív, átfordítja, rögtön átfordítja pozitívra. Na most ennek ez a pozitív oldala, és ez egy nagyon fontos tulajdonság. Remélem, hogy az életben megadatik neki, hogy mindig ezt meg tudja tenni, mert azért most még egy út elején vagyunk, és nem a végén.
én, tehát ez a pálya azért nem egyszerű, azt gondolom, és ha megvan egy lelki védelme, és megvan a megfelelő lelki intelligencia, mert ez lelki intelligencia, amivel rendelkezik, ez az adottság része, igen, akkor remélem, hogy egy nagyon szép, boldog élete lesz. Mi az, ami most így mocorog benned, ami így piszkál, ami foglalkoztat? Nagyon jó, hogy amikor van egy ötletem, akkor azt szüleim támogatásával is azért képesek vagyunk sokszor így megvalósítani. Egyébként a Virtuózok is ilyen volt, Peller Marian ötlete volt, és megvalósította. És itt van, és jövő évben is itt lesz, és én is szerepelek majd benne, mint műsorvezető. Ami nem is egy jó szó, inkább mint beszélgető társa a fiataloknak, a zsűritagoknak, és így tovább. Mert nekem ez ugyanaz, mint zongorázni. Ez közölni valamit, amit szeretek. Közölni valamit, ami szerintem helyes. Egyébként ez nagyon köszönhető a szülői háttérnek, pedagógiai háttérnek, tehát ez nem jön, hanem ezért dolgozni is kell, bár ők ezt nem munkának tekintik, szerencsére, a család, hanem természetesen, de ez nagyon kell. Úgyhogy ilyenben is részt veszek, számtalan hangversenyen leszek hallható, majd itt Baranyában is, de az ország számos pontján. Jövő évben is izgalmas koncertjeim lesznek Budapesten a Zeneházában például, több is egy nap, nagyon különleges koncepció lesz. Művészetek palotájában is lesz önálló estem, úgyhogy nem unatkozom, és remélem, hogy 90 éves koromban is, most éppen Vásári Tamás születésnapi hangversenyén lehettem ott, hosszan beszélgettem vele, pont 70 év van köztünk, és remélem, hogy én is, mint ő, annyi idősen ugyanúgy Beethoven szimfóniát fogok vezényelni a Zeneakadémián, mint most, ahogy Beethoven szonátát játszom a zongorán. A zene tehát valószínűleg örökké ott lesz Misi életében, így mi is ezzel búcsúzunk. Sőt, egy-egy dallam néha még a szavaknál is kifejezőbb. Hallgassák szeretettel, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!